Cortezétől. Fantasztikusan jól folytatja a versenyt Gábor. Lehet, hogy a rajt nem sikerült jól, de amit azóta bemutatott, egy kicsit több, mint egy körben, az parádé. És hát nézzék, hogy Bradley Smith, aki eljött az elején, most már Gábor mögött van két vagy három helyezéssel. Tolmácsi Gábor az ötödik. Sőt, most már a negyedik, megelőzi Cortezét a világbajnok. Na ez igen, és most kell óvatosnak lenni, most kell okosnak lenni, most kell tanulni abból a Le Mans-i példából. A negyedik helyen Tolmácsi Gábor Simone Corsi Terolt előzi meg, és Gábor följön a dobogóra. Megelőzi ő is Nicolas Terolt, a harmadik helyen Tolmácsi Gábor. A Terolt az előbb azért csúnyán levágta azt a kanyart, úgyhogy hát mondjuk maradjunk annyiban, hogy azért véleményes, hogy így pályán tudott maradni. El is enged mondjuk egy-két versenyzőt most, úgyhogy nem szerzett azért komolyabb előny belőle. Tolmácsi Gábor a harmadik helyen, és Corsi már nézi Olivier mellett a lehetséges pozíciót, hogy előzni tudjon, de Gábor is próbálkozik. Ki lehet jönni Corsi mellett, ki lehet jönni egymás mellett a két versenyző. Corsi kicsit odacsap a motorral, Gábor pedig óvatos. Nem akar még előzni, mert tudja, hogy sok van még hátra, hát idézőjelesen sok van még hátra. Lesz még mód, lesz még alkalom arra, hogy előrébb lépjen. Minden esetre a dobogón a magyar versenyző. Gábor most észnél volt, ugyanez nem mondható el Corsiról, aki azért keményen kitette a könyökét, ugye ez sem volt feltétlenül egy sportszerű manőver az olasz részéről, de hát ezt megszokhattuk tőle tavaly is már többször. Tolmácsi Gábor, hogy mi a véleménye az olaszról. Bocsánat, Esteban Rabat az, aki megpróbálja megelőzni Gábor. Nicolas Terol följön a negyedik helyre, szorosan Gábor nyomába. Terol most ezt a sikánt is gyakorlatilag a vetőkő mellett vette, és így jött fel Gábor mögé a negyedik helyre. Itt érkeznek meg a pálya kulcsfontosságú pontjára, a célegyenes előtti Gert Timmer sikánba. És Nicolas Terol életveszélyes Tolmácsi Gábor mögött. Gábori a leggyorsabb kör. Van abban a motorban még. Hát mit csináltak Gábor motorjával ez alatt a 15-20 perc alatt? Lehet, hogy most a végére találták el a beállítást, mert a körülmények azért nem változtak. A második helyen Tolmácsi Gábor szépen betolja a motor Simone Corsi mellé. Olivét kell utolérni! Olivét kell utolérni! Három kör van hátra a versenyből. Tolmácsi Gábor a második. Hát annyiszor volt bekje. Nem beszélünk erről. Várjunk ki a végét. Corsi nagyon keményen ott van szorosan Gábor mögött, de Gábor is érkezik Olivére. Terol közben esik vissza, és Tito Rabat az, aki próbálja előzni a spanyol versenyzőt. Tolmácsi Gábor a második. Olivé van előtte, Simone Corsi mögötte, és Gábor most kigyorsít. Gábor kigyorsít, és lehet, hogy a kanyar bejáratához érkezve nem. Egyelőre visszasorol Olivé mögé, de van abban a motorban gyorsabb a motorja, mint a többieké. De figyelni kell Simone Corsira, mert Corsi nagyon-nagyon jól hajrázott idén már több alkalommal. Kettő és fél körrel vagyunk a verseny vége előtt. Eltelt a hosszabbítás, az eső utáni ráadás fele, és Gábor a 13.-14. helyről jött fel a második pozícióba. Nézte a belső évet most Olivé mellett, de még nem jött el az idő arra, hogy megelőzze, Corsi pedig tartja a tempóját egyelőre. Nico Terolra nagyon kell vigyázni, mert a pályának ebben a második szakaszában folyamatosan gyors tudott lenni, és láttuk az előbb többször is, hogy nagyon jól ismeri ezeknek a lassítóknak a trükkjeit. És most kedves nézők, az a pillanat következik, amikor nem csak a motor számít, hanem az ész, a mentális tartalékok is számítanak, mert hogy azért a pálya kellemetlen, a pálya kiszámíthatatlan, a állandó esők miatt teljes mértékben elveszítette a tapadását, és így, hogy ennyire együtt van a mezőny, Rabat próbálja megelőzni Terolt, de nem tudja, Terol visszaveri a támadást, figyeljünk Corsira, Gábor a belső íven, megelőzi Simone Corsi Tolmácsi Gábort, a harmadik talma. Szóval most ésszel kell, a dobogó a cél, nem hiszem, hogy minden áron győzni kell, mert hát ez a dobogós helyezés is messze-messze túlhaladja azt a várakozást, amit az első 10-13 kör alatt támaszthattunk Gáborral szemben. Kettő kör van hátra a versenyből, amikor Jean Olivier vezet, Simone Corsi a második, Tolmácsi Gábor a harmadik. Olivier egészen biztos vagyok benne, hogy itt foggal körömmel ragaszkodni fog ahhoz az első helyhez, hiszen soha életében nem tudott még futamot nyerni a világbajnokságon a katalán versenyző. Ráadásul ugye a csapattársa Pol Espargaró is sérült, csak otthonról nézi a versenyt, tehát nyilván azért ez is benne van a fejekben a Belson Derby csapatnál. Corsi előz viszont, és átverti az első helyet Olivétől. Olivé tartja egyelőre a belső íven magát, miközben Tito Rabat megérkezik Tolmára. Megpróbálja megelőzni Tolmácsi Gábort Rabat. Gábor pedig szerintem van még abban a motorban, lehet, hogy egy kicsit taktikázik Tolmácsi Gábor, lehet, hogy figyel, hogy mit csinálnak az előtte haladók, és majd a végén, majd az utolsó körben próbál robbantani, mert hogy ne feledjük, a leggyorsabb kör eddig az ő nevéhez fűződik, tehát a motorja gyors, a motorja most végre valahára rendben van. Rabatot tartsd magad mögött, Gábor, Simone Corsit megnézi a belső íven, de nem előzi meg. Hamarosan következik majd az utolsó kör, és fantasztikus izgalmak itt az Asseni pályán. Na hát egy igazi Asseni verseny látunk. És ugye 2005-ben, amikor Gábor itt nyerni tudott, akkor hasonló tülekedés volt az élbolyban, az utolsó körre, akkor viszont meg tudott lógni a KTM-mel Gabest. De jó lenne megismételni.
azt a versenyt. De jó lenne megismételni a győzelmet. Egyébként, hogyha Gábor dobogóra állhat, akkor ez lesz a jubileumi, a 20. dobogós helyezése. De hogy az a 20. az milyen lesz, mondjuk első, második vagy harmadik hely, az egyáltalán nem mindegy. Rabat folyamatosan tolja Gábort, nézi kívülről, belülről, hátulról, csak éppen alulról nem, de nem tudja megelőzni. Nagyon az utolsó kör. Bratislis fölzárkózott. Bratislis ott van. Közvetlenül Rabat mögött az 5. helyen. Nagyon kemény harc lesz ez itt Rabattal és Korzival is, de itt inkább az lesz szerintem most a feladat, hogy magunk mögött tudjuk tartani, hogy maga mögött tudja tartani Gáborát, mi ez a királyi többes. Szóval ezt tevé Rabatot, de meg lehet fogni még Korzékat, nincsenek messze egyáltalán, csak hát nagyon szűk ez az Assani pálya, az egyik legszűkebb a teljes naptárban, nagyon nehéz előzni, és nagyon óvatosan kell menni, nehogy bukás legyen belőle. Olivier parádésan versenyez, tartja az első helyét most már körök óta, és Simone Körzi ugyan egy pillanatra át tudta menni a vezetésre. Vezetés. Gábor, gyere el Korzival! Nem, Olivier még az első. Korzi támadását átmenetileg visszaveri. Gábor ezt kihasználhatja! Meg lehet érkezni ott az első helyre! Tormácsi Gábor vezet! Rabat is! Ajajajaj, átveszi a vezetés. Gábor a második. Rabatot meg lehet győrni. Rabatot meg lehet fogni, mert nem ment stabilan. Nagyon jól tartotta ott magát Gábor mögött, elég bizonytalanul hajtott. De ez a második hely is nagyon jó, hiszen Korzi ott van mögötte. Jön ugyan a belsőjében próbálkozni, de Olivier is ott van, nagyon közel hozzá, nehogy esés legyen belőle. Itt érkeznek meg a célegyenesben nem sokára. Még ott lesz majd a sikán. Na nézzük, Gábor mit tud tenni az utolsó métereken? Simone Korzi szorítja hátulról, szorítja kívülről, belülről. Gábor a második. Rabatnál sokkal jobb versenyző vagy Gábor, meg kéne előzni azt a fiút. A második helyen Talmácsi Gábor, akkor amikor az utolsó méterek következnek, Rabat sajnos kigyorsít. Van-e még egy kis hely, van-e még egy kis erő abban a motorban? A sikánban fog eldőlni, itt lesz a Ramshawk után, majd fordulnak rá ott a célja, és Rabat lelassul! És Gábor átveszi a vezetést! Hibázott Rabat! Olivier a második! Tomási Gábor az első a sikánban, és Rabat visszaesik, Gábor vezet! Tartsd meg ezt az első helyet, Gábor! Most kell okosan! Simone Korzi a harmadik, az utolsó méterek következnek! Tomási Gábor az első, kigyorsít Simone Korzi belül! Tomási Gábor nyer! Olivier a második, Korzi a harmadik, megvan a 20. dobogós hely, megvan a siker, és okos volt Talmácsi, de az okos! Az évversenyét nyeri meg Talmácsi Gábor, és hol kezdi meg a felzárkózást, ha nem itt, Assenben, a legfontosabb pályán, és gyönyörű, okos, zseniális, fantasztikus versenyzés volt! És ez a győzelem, ez úgy kerek, hogyha elmondjuk, hogy nem rajtolt jól a ráadásban, és utána fokról fokra, lépésről lépésre jött föl, és egy újabb siker, egy nagyon fontos siker, egy olyan siker, amely a világbajnoki pontversenyben is előrébb tolja jelentős mértékben, és ezzel a motorral, ezzel a, hát elnézést kérek mindenkitől, ezzel a rommal, ezzel tudod győzni. Ráadásul, hogy 1995 óta Dieter Stapper győzelme óta nem fordult elő, hogy valaki ismételni tudjon Assenben. Gábornak ugye volt itt egy győzelme 2005-ben, és több mint 10 év telt el azóta, hogy valaki ismételni tudott volna a 125 köbcentis kategóriában, ezért is óriási eredmény, amit Gábor itt ma csinált. Olivier is fantasztikusat versenyzett, de aztán Rabat egyébként Talmácsi Gáborral együtt, és hát ezzel, amit mondtunk, hogy Gábor tartalékolt, tehát gyors volt a motorja, a végén robbantott, arra én nem számítottam, megmondom őszintén, hogy Rabat el tud jönni vele, és ő az, aki egy kicsit összezavarta a többieket, mert Gábor tisztán előzött, de Rabat az, aki egy kicsit megzavarta Olivier. A rutin hiánya, ez igen, egyértelmű. Igen. Valószínűleg az is megfordult a fejében, hogy nyerhet, ugye De Angelis az, hát a De Angelis kornak vagy faktornak. Nézd oda, hogy Bradley Smith, aki elrontotta az elejét, milyen szépen visszazárkozott, és lehet, hogy tanult a bukásából, mert most azért ott volt, és hát neki is esélye volt a jó, az ennél is jobb helyezésre. Na nézzük a sikán. A legfontosabb pontja a pályának, a Gerd Timmer sikán. Gyönyörűen fogja Gábor a motort, Olivier, Bradley Smith, elemelkedik az aprilia eleje. Szédületes verseny, szédületes befutó, parádés, pazar. Szenzációs futam, egy igazi Assani verseny. És na hát, hogyha valaki nem tudja, hogy miért szeretik az emberek ezt a pályát, hogy miért annyira fontos elem, vagy miért nem maradhat ki sohasem a világbajnokságból ez a pálya, ezért még úgyis, hogy nagyon csúnya megkurtították az utóbbi években. Na és itt vannak Stefano Favaróék, és itt van mindenki, aki szorít Gáborért. Hát, hogyha fél órával ezelőtt megkérdezünk bárkit itt a boxban, hogy nyerhet-e Talmácsi Gábor, biztos, hogy azt mondják, hogy ki van zárva. De Talmácsi Gábor nyert, kedves nézők, egy új periódus kezdődik a világbajnokságban. Talmácsi Gábor számára reméljük, hogy új periódus kezdődik. A következő verseny majd ugye Sachsenring Németország, majd utána Brno. Talmácsi Gábor győzelemmel, dobogókkal és följebb lépve a világbajnoki pontversenyben. Jövünk vissza a 250-es versennyel, és jövünk vissza majd a király kategóriával. Kellemes napot kívánunk!